A 2022-es évre visszatekintve elkészítette legtöbbet kölcsönzött könyveinek listáját a Vörösmarty Mihály könyvtár. A kölcsönzések számából jól látszik, az olvasás tavaly is népszerű volt Székesfehérváron. Érdekesség, hogy egyre inkább nő az érdeklődés a kortárs szerzők művei iránt, ugyanakkor a klasszikusok is népszerűek a könyvtár látogatók körében. Nárai Tamás volt egyszer egy varrodám, 106 kölcsönzéssel jutott föl a lista első helyére, és ez ráadásul azt jelenti, hogy 11 példány van meg a könyvtárból, úgyhogy ezek a könyvek, 11 könyv folyamatosan úgy forog, hogy így nagyjából mindegyik könyvnek 10 olvasója volt az elmúlt évben, ami azt jelenti, hogy mindenki be is tartotta a kölcsönzési határidőt, mert hogy a következő olvasó már várt rá, és nem is akarta megvárakoztatni az olvasót. A gyermek és ifjúsági regények körében szintén érre törtek a kölcsönzések tekintetében a jelen magyar írói, de természetesen a nemzetközi bestsellereket is nagy számban keresték az olvasók, illetve a gyermekes szülők. Beck Andrea titoktöngér. Ez egy könyvsorozat, nem néztük meg azt, hogy az egyes kötetekből hányat kölcsönöztek, az összes kötetéből 190 kölcsönzés volt a tavalyében, ami teljes egyértelmű siker, hogy bármelyik könyvet, hogyha hazaviszi a szülő, nagymama a gyerekének, vagy együtt jönnek kölcsönözni, akkor bátran, ha leveszi ezt a könyvet, bármelyik titoktöngér könyvet, akkor sikert ér el a gyereknél. A listán helyet kaptak a generációk óta népszerű kötelező olvasmányok is, mint például Gárdonyi Géza Egri Csillagok című történelmi drámája, Fekete István Vuk című ifjúsági regénye, George Orwell 1984 című műve, vagy éppenséggel William Shakespeare Rómeó és Júliája.